Álcahálót készítenek a Tisza keresztúron Kárpátalján élő kelet-ukrajnai menekültek a hadsereg számára. Már több mint fél éve várnak itt arra, hogy véget érjen a háború és hazatérhessenek. Addig pedig ők is ki szeretnék venni a részüket a közös erőfeszítésből. A katonáknak kartongyertyákat is csinálnak. Ezek a darabok egyenként 3,5 órán át világítanak majd a lövészárkokban. A menekültek élete nem könnyű, ahogy az országban sokfelé az áram itt is gyakran elmegy. A központ munkatársain túl segélyszervezetek is próbálnak javítani a helyzeten, köztük a katolikus Karitász munkatársai is. Múltkor jártunk itt, és akkor látom, hogy az emberek kint főznek maguknak, mert épp nem volt villany, mint most is, és ilyenkor a generátor nem húzza mondjuk a konyhai dolgokat, és gondoltuk, hogy akkor segítünk nekik, hogy tudjanak nagyobb edényekbe főzni, hogy mindenkinek jusson. A szobákban több család él együtt. Marina Harkivból jött áprilisban. 8 éves fia eleinte még benne is tartotta a lelket, később azonban nehezen fogadta el, hogy elveszítette az otthonát, a játékait. De Harkivban nem volt maradásuk. Az a durva az egészben, hogy a gyerekek már a hang alapján meg tudták állapítani, hogy a mieink vagy az oroszok lőnek, hogy rakéta jön, valamilyen más lövedék vagy egy repülőgép. Mondta Marina, aki biztos benne, hogy a fia korosztálya már sosem fog megbocsátani Oroszországnak. Egy másik szobában él Svetlana két gyerekével. Egyikük épp ott jártunkkor kapta meg a karácsonyi ajándékát, egy e-könyv olvasót, amely segít majd neki a tanulásban. Svetlana szintén azért kelt útra Donyeck megyéből, hogy biztonságban tudja a gyerekeit, és egyelőre semmi esélyt nem lett arra, hogy haza tudnak menni. Az a jó, hogy itt nem hallani a rossz hangokat, nem bombáznak. A gyerekek nyugodtan sétálhatnak az utcán, biztonságban vannak, magyarázta. A menekülteknek szakemberek is segítenek az átélt traumák feldolgozásában és az új élethelyzetük elfogadásában. Beindult egy ilyen program, aminek a neve Kárpátalján élő menekültek pszichoszociális támogatása. És ezzel még többet tudunk segíteni menekült embereknek. Jelenleg 7 központ tartozik hozzánk, akiknek igyekszünk pszichológussal segíteni, különböző terápiákat alkalmazunk. A háború kitörése óta majdnem 5 millió belső menekültet regisztráltak az ukrán hatóságok. Közülük sokan érkeztek Kárpátaljára, mert itt távol vannak a harcoktól, de nem kell elhagyniuk a hazájukat. Ebben az épületben korábban speciális igényű gyerekek tanultak, néhány éve pedig már üresen állt. A Kelet-Ukrajnából érkező menekültek ehhez hasonló helyeken tudják meghúzni magukat. Azt még nem lehet tudni, hogy meddig maradnak, de találkoztunk olyannal, aki azt mondta, hogy tavasszal már vissza szeretne menni Harkivba. Magyar Ádám, Euronews, Tisza Keresztúr, Kárpátalja.